Szakmai előadásokkal várták az egészségügy területén dolgozó érdeklődőket a Bibó István gimnáziumban. A konferenciának minden alkalommal más és más város ad otthont, ezúttal a kiskunhalasi Semmelweis kórház szervezhette meg az összejövetelt. Ez a Magyar Gyermekorvosok Társasága tudományos ülése, ez az úgynevezett decentrum, tehát három dél-magyarországi megye, Bács, Békés, Csongrád megye házi orvosait, kórházi orvosait, illetve a Szegedi Klinika professzorait és orvosait várjuk ide a kongresszusra. Elég nagy számban regisztráltak, olyan 140 körül van a regisztráltak száma. Most lesz egy ilyen továbbképző jellegű délelőtt. Kardiológiai és pulmonológiai témakörben lesznek referátumok. Remélem, hogy mindenkinek megelégedésére szolgálnak. Délután pedig a bejelentett előadásokat fogják az orvosok és a szakdolgozók elmondani. A Halasi Kórház ügyvezető igazgatója a nap folyamán több alkalommal is kihangsúlyozta, hogy véleménye szerint az itteni egészségügyi dolgozók szaktudása és szorgalma példaként szolgálhat bárki számára. A halasi gyermekosztály az kiemelkedő jelentőségű, nem csak a Váckiskun megyében, hanem a Dél-Alföldi térségben is. Én azt gondolom, az itteni szakorvosoknak a képzettsége, képesítése meghatározó. Tehát azt gondolom, sokkal magasabb szintű, mint akár a szegedi klinikai, most lehet, hogy megharagudnak a szegedi klinikán, mint pedig akár a kecskeméti gyermekosztályon megérdemli a kiskunhalasi kórház, és azt gondolom, hogy az elmúlt éveknek ez az állóvize, ezzel föl tudjuk ezt rázni, és azt gondolom a tudományos életet megint bele kell indítani a Kiskunhalason. A prezentációk során az előadók igyekeztek minden friss szakmai kérdésről beszámolni a hallgatóságnak. A kutatási eredmények tekintetében több fontos dologra is felhívták a jelenlévők figyelmét. Ma ünnepeljük az obezitás világnapját, és ehhez kapcsolódóan a felnőttkori betegségek, civilizációs betegségek, köztük a felnőttkori elhízás megelőzéséről tartok előadást, kihangsúlyozva az első 1000 nap, vagyis a fogantatástól a második életév végéig eltelt időfontosságát. De most bizonyított, hogy nem csak a felnőttkori egészségünkre van hatással, hogy mit, mennyit fogyaszt a csecsemő, akár fehérjéből, akár más tápanyagokból, hanem még transzgenerációsan, tehát azt jelenti ezt, hogy még az unokáinak az egészségi állapotát is meghatározza, ezt hívják epigenetikának, amik a genetikai állományunknak a működését, szabályozását, regulációját befolyásolja. A gimnázium aulájában helyet foglaló szakemberek véleménye szerint hasznos volt a halasi konferencia, és mint mondták, örülnének, ha több hasonló program is megvalósulhatna a jövőben városunkban.